Szervuszok, Peti vagyok, és az Ava Group média csatornát nézitek. Ez a második része az új formátumnak. A neve valószínűleg Breaking News lesz, amikor is rövid témákról fogunk beszélni. A mai témának a címe az, hogy mindannyian kitörölhetitek a seggeteket a Rigó állami nyelvvizsgátokkal, illetve nyelvvizsgabizonyítványatokkal nekem is van pár ilyen nyelvvizsgám, és mindjárt kitérünk arra, hogy miért jutottam arra a következtetésre, hogy mindannyian ti is kitörölhetitek a segeteket a Rigó utcában megszerzett állami nyelvvizsga bizonyítványotokkal. Ugye nekem van itt néhány a 1990 elejéről, tehát 92-93-ról van egy alapfokú nyelvvizsgám, akkor a 1996, azt hiszem, igen, van írásbeli, szóbeli, német felsőfokú nyelvvizsgám, valamint 99-2000, valahogy így volt, így van, 2000-ből van angol középfokú nyelvvizsgám. Ugye a 2000-es után már az van ráírva, hogy államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány, ugyanúgy kitörölted be külföldön a seggedet. A sztori nagyon röviden az, hogy az elmúlt hetekben beadtam a kérelmemet, hogy legyen német kettős állampolgárságom és ott közölték velem, hogy hát minden tök jó, de nincsen igazolva az én német nyelv tudásom. Mondom, hát ne szórakozzunk, hát állami nyelvvizsga bizonyítvány, érted? Állami nyelvvizsga bizonyítványom van, tehát felsőfokú német, tehát ne basszunk ki egymással. Bocsánat, a kicsit emócióval föltöltött az üzenet, de mondta a néni, hogy hát igen, vagy Göte, vagy ö, talán Veselényi van egy két tannyelvű egyetem jelenleg. Ez a kettő, amit elfogadnak, és semmi mást. Hát ö, a sztorihoz hozzá tartozik, hogy a néni nagyon aranyos volt a, a, az Ansbachban, a hozzánk tartozó ö, helyi hivatalban, és fölkínált azt a lehetőséget, hogy helyben előtte kézzel írhatok egy, önéletrajzot, meg valamit a hobbijaimról, és akkor ő ezt fölküldi a német belügyminisztériumnak, és majd valami belügyminisztériumi néni el fogja dönteni, hogy tudok-e németül vagy se. Ami alapvetően megoldás, vagy hát kell csinálnom egy telces vagy egy götés nyelvvizsgát, így hirtelen, de persze az ember rohadtul fölidegesítette magát, hisz ö, édesapámnak volt egy ö, máig tartom, hogy nagyon jó mottója, ugye 81-ben születtem, és akkoriban, vagy hát így a 80-as, 90-es években az volt, hogy az embernek legyen jogosítványa, informatikai ismerete, illetve ö, nyelvvizsgája, és akkor el van intézve az élete mármint pozitív értelemben, szabad udat kap minden irányba. Ezért is volt az, hogy ugye, mint mondtam, ilyen 11-12 évesen megcsináltam az alapfokú nyelvvizsgát, tök cuki volt mindenki ottan babuszgatott engem a nyelvvizsgai intézetben, mert ilyet még nem láttak, majd ugye a szakközepes éveim legelején megcsináltam a felsőfokú nyelvvizsgát azért, hogy neki ilyen német órára járni, és borzasztó sok pénzt is költöttünk ezekre a papírokra, tehát ezekre a nyelvvizsgabizonyítványokra, bizonyítványokra, mire meglett, bevallom, nem sikerült elsőre az írásbeli, ezért van nem c hanem egy a és egy b tehát egy írásbeli és egy szóbeli. A szóbeli az elsőre sikerült nyilván, de az írásbelinek ö, többször is neki kellett futnom, és hát mindannyiszor kellett fizetni, ha jól emlékszem, 30 ezer forint nagyságú pénzeket, hogy meglegyen a nyelvvizsga, de meg lett. És mindenki rohadtól ürült, és szerintem apám most forog a sírjába, hogy rengeteg pénzt kiadtunk, rengeteg energiát beleöltünk, és ő azt hitte, hogy a kisfia tud németül. Majd egy uh, ansbach ügyintéző néni azt mondja, hogy hát ez nem így van, mert hogy nincsen igazolva a gyermek nyelvtudása. Úgyhogy az üzenetnek uh, az ebben a videóban, hogy szerintem felejtsétek el a Rigó utcát. Amúgy, uh, bocsánat, egy lépés kihagytam, nyilván teljesen, Feldúltam, hazautóztunk Rotenburgban, Azbakból, és elkezdtem keresni az interneten, hogy ki az, aki felügyeli az ITK-t, tehát az idegen nyelvű, idegen nyelvű továbbképző központot, ami menet közben beleolvadt az LT-be valamikor 2006-ba, ha jól tudom. De van egy idegennyelvi akkreditációs akreditációs központ, ami a Magyar Belügyminisztériumhoz tartozik, és nem voltam rest fölhívni ezt a telefonszámot, ahol egy kedves néni föl is vette a telefon, tényleg, ha tetszik nézni a videót, nagyon, nagyon szépen köszönöm, egy nagyon korrekt beszélgetés volt, majd a néni mondta, hogy hát igen, ez így van, minden állam maga dönti el, hogy mit fogad el, és a német állam még ezt az új, nehezebben hamisítható nyelvvizsgabizonyítványt bizonyítványt sem fogadja el, tehát az államilag elismert nyelvvizsgabizonyítványt, bizonyítványt, mert hát lássuk be, igazából ezt a barnát, ezt, ezt az ecserin pár ezer forintért lehetett venni, és feltételezem, tehát ezt a néni így direktben nem mondta ki, de valószínűleg a rengeteg hamisítás miatt döntött út, úgy a német állam, hogy ők nem fogadják el a riga utcai, vagy hát az állami, vagy az államilag elismert nyelvvizsgó Magyarországról. Úgyhogy mindannyian, akik néztek, és nyelvvizsga előtt álltok, felejtsétek el a riga utcát. Magyarországon, hogyha a munkát keresel, elfogadják, bár hozzáteszem, hogy tőlem soha senki nem kérte. Csináljátok meg a götét, és akkor azt elfogadják itt Németországban, mint német nyelvvizsga, és nem lesz vele többet gondotok. A, azért a vicces az, hogy akkor, amikor nem sikerült a német felsőfokú nyelvvizsga, akkor mindenki mondta, hogy ó, hát, hogyha Rigó utcában nem sikerül, menj el a gőtére, mert az sokkal könnyebb, és akkor majd a gőtés nyelvvizsgát meg fogod tudni csinálni, mert hát a Rigó utcában szemetek, meg, 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 meg sokkal nehezebb, hozzáteszem, nem voltak szemetek egyáltalán, de sokkal, tehát nehéz. Azért egy felsőfokú nyelvvizsgáról beszélünk. Úgyhogy felejtsétek el a Rigó utcát. Menjenek tönkre. Most őszintén, ez tarthatatlan, egy állami nyelvvizsgát Európában nem fogadnak el. Ennyi volt az üzenet mára. Ha tetszett ez a rövid, bár 10 perc tartalom, akkor írjátok meg, nyomjátok meg a like gombot, iratkozzatok föl, osszátok meg ezt a videót ismerőseitekkel, hogy ne kövessék el azt a hibát, amit sokan elkövettünk, és a Rigó csináltunk német nyelvvizsgát, tök fölöslegesen. Sziasztok!